A tapasztalat az, hogy sokan azt gondolják, a szénmonoxid mérgezés csak télen szedi az áldozatait, de ez nem így van, hiszen nyáron is használunk olyan eszközöket, amelyekkel hamarabb elfogy az oxigén a házból, mondta Csámpai Attila, a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A legtöbb esetben ilyenkor ugye nyílt terő kazánok okozhatnak problémát, ugyanis ugye bentről fogyasszák az oxigén, ugye ezzel párhuzamosan ugye működik egy páraelszívó, jó működő nyílászárók, már is ugye megvan a mert abban a szempontból, hogy hamar elfogy bent az oxigén és gondot okozhat. Valamint a nagy hőségben úgynevezett légdugó alakulhat ki a kéményben, az azt jelenti, hogy a a kázkazán működése során az égés termék nem kifele, hanem befele fog áramolni, és ugye jól tudjuk, hogy a szénmonoxid szintelen szaktalan, emberi szervek által nem érezhető, de mérgező gáz, ezért okozhat problémát. A szénmonoxid mérgezés megelőzhető azzal, ha gyakran szellőztetünk, illetve ha szerelünk fel szénmonoxid érzékelőt. Már viszonylag olcsón és könnyen be tudjuk szerezni a szénmonoxid érzékelő eszközt, ami már a legkisebb dózisnál jelez, ha baj van. Felszerelésnél érdemes néhány szempontot figyelembe venni. Általában az érzékelőknek van egy használatutasítás, ennek megfelelően kell eljárni, vagy kérünk szakembert, ha nem vagyunk benne biztosak. A legfontosabb alapszabály az, hogy minél magasabb pontra kell, tehát általában ajtó fölé kell ezeket a készülékeket helyezni, mert ugyanis ugye a szénmonoxid az könnyebb, mint az oxigén, föntől lefelé tereszkedik, úgy szorítja ki a levegőt, és ezért fontos, hogy minél magasabb pontnál legyen, tehát emberi fejtől magasabb legyen, hogy esetleg mégis szénmonoxid van az épületben, ez ne okozzon mérgezést. Nagyon fontos tehát, hogy a konyhai szagelszívókat, a ventilátorokat és a klímaberendezéseket nem szabad a tüzelőberendezéssel egyidejűleg használni. Minden mellett pedig szellőztessünk gyakran és szerezzünk be mérőt, hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem.